Köszöntöm kedves nézőinket! A Nyitott Egyetem mai műsorában dr. Aubert Antal Turizmus Trendek és Térszerkezet Magyarországon című előadásából megtudhatják, hogy mi alakítja a turizmus globális folyamatait, és ez hogyan hat hazánkra. Bővítse ismereteit velünk! Szeretettel köszöntöm a kedves megjelenteket és a tévénézőket. Talán nem szükséges bizonyítani, hogy a turizmus ma a globális gazdaság szerves része, Jelentősége is természetesen ennek megfelelő. Ugyanakkor azt is kell látni, hogy turizmust hatékonyan művelni úgy, hogy fenntartható legyen, az csak úgy lehet, ha az a helyi környezetbe szervesen illeszkedik, legyen az szó a természeti környezetről, vagy a társadalmi közegről, a fogadó közegről. A turizmus az éppen a helyi értékek megőrzésén tud hosszabb távon működni. Tehát az a híres globalitás-lokalitás ellentétpár, amit szoktunk hangoztatni, az valójában nem ellentétpár, egymást kiegészítő és a hosszú távú növekedést megalapozó értékpár, amelyben a helyi társadalom és a helyi környezet alapvető fontosságú. A helyi erőforrást kínáljuk fel az odaérkező vendégnek. Vagyis itt a földrajzi környezet és annak az erőforrásai azok az értékek, amit ha nem kellően gondolunk át, és ráeresztjük idézőjelbe a turisták tömegét, egy generáció alatt is tönkre mehet. Vagyis a földrajzi környezet szerepe a turizmusban hatványozottan fontos a gazdaság más, az árutermelő gazdaság más ágazataihoz képest. Éppen ezért nem mindegy, hogy a turizmus spontán módon terjed a Földön és hazánkban, vagy pedig tervezhetőbb, és fenntarthatóbb módon. számos olyan gazdasági ágazat talál kapcsolatban az agráriumtól a kereskedelemig természetesen, ami azt is jelenti az építőiparral, hogy a multiplikátor hatása rendkívüli, éppen ezért azokban az országokban, ahol a turizmusnak szerepe van, és az egyik vezető szektora a gazdaságnak, nagyon valószínű, hogy a hozzá kapcsolódó szolgáltató ágazatok is pörögnek. Azt, hogy a világgazdaság egyik vezető ágazata, egy pár adatot hadd mondjak, közel egy milliárd határátlépésekkel jelzett ma már a turizmus, a nemzetközi turizmusnak a forgalma. Ez egy közel ezer milliárdos bevételi forrás a világgazdaságban, mármint USA dollárban mérve, és kb. 250 millió embernek ad közvetlen munkahelyet egyre érzékenyebb ez a idézőjelben iparág a környezeti változásokkal szemben, hiszen ez a környezeti változások több területről érintik a turizmus. A turizmus egy rendkívül nyitott rendszer, amelynek vannak külső úgynevezett kapcsolódási pontjai, ez lehet a politikai rendszer, a gazdasági rendszer, a természeti környezet, a technológiai környezet, tehát bármelyikhez nyúlunk, és abban valami változás következik be, abban a pillanatban a turizmusnak az elemeiben ilyen dominószerűen indulnak el a folyamatok, és hat a turizmus belső keresett kínálat rendszerére. Ez az ábra, ha kicsit komolyabban megnézik és szemlélődnek az ábrán, gyönyörűen mutatja, hogy mennyire összetett és mennyire befolyásolja az a társadalmi-gazdasági kör, természeti környezet, amely a turizmusra hat kezdve a népesség jellemzőitől, a demográfiai jellemzőktől, az ökológiai fogaskerékig, ha így tetszik. Ha valamelyik bemozdul, abban a pillanatban mindegyik recsegni, ropogni kezd. Ha csak a demográfiai jellemzőit nézzük, és ennek a tendenciáit, és nem koncentrálunk a világ minden részére, csak Európára és Magyarországra, akkor gyönyörűen látják ezt az átstruktúrálódást, ami bekövetkezett a demográfiai képünkben, vagyis az erőregedést Európa számos országában, így hazánkban, a csökkenés, ami természetes velejárója, illetve a családstruktúra átalakulását. Ha ezeket a trendeket elemezzük, már pedig elemzik, akkor ebből számos következtetés levonható a turisztikai kínálatra, melyek azok a turisztikai kínálatok, elemek, amelyek növekvő trendeket mutatnak, és természetesen melyek azok, amelyek csökkenőt, ez is látszik az ábrán. Egy biztos, hogy individualista, élményközpontú, környezetérzékeny turisták egyre gyakrabban fordulnak elő a destinációkban, tehát nagyon-nagyon oda kell figyelni a szolgáltatóknak arra, hogy hogyan és mit és milyen szinten tudnak kínálni rendszeresen, fenntarthatóan a turizmus keresleti trendjeit, általában a turizmus trendeket három osztatóan vizsgáljuk. Az egyik onnan indulunk ki, mit kíván a turista, tehát a keresleti trendek a legelső sorban és a legfontosabbak. Alapvető ma már a turizmus kutatásokban, hogy először azt kell megnézni, hogy kinek akarom eladni a szolgáltatásomat, és azt hol találom meg. És visszatérve a kereslethez, nézzék csak meg, hogy az van odaérve, hogy a motivációs rendszer változása. Vagyis motivációs rendszer kutatásakor nekem pontosan látnom kell a trendeket. Látszik az, hogy előbbi térbe kerül az aktivitás, a passzivitás helyett. Tehát passzivitás kontra aktivitás. Igen, ez tényleg így van. Most már a passzív üdülésbe is beépültnek azok a hát, aktív elemek, amelyek kicsit vegyítik ezt a Kimondottan tömegturizmus jellegű tengerparti, mondjuk, vagy balaton típusú üdülést, és aktív elemeket visznek bele, terméken belüli változásokat is eredményez. Például ma már arra is oda kell figyelni, hogy ne csak klasszikusan gyógyturisztikai terméket áruljunk, ne csak klasszikusan wellness típusú termékeket áruljunk, hanem próbáljunk például a szenior korosztálynak, egy medical wellness típusú kínálatot is árulni, ami nem más különben, mint a két klasszikus terméknek a kicsit hát, misungja, olyan keverése, amelyel a szenérkorosztály ki lehet elégíteni. Tehát nagyon ott kell figyelni az úgynevezett rés termékekre a turizmusban. Ez azt is jelenti, hogy a termékek erősen differenciálódnak, és előkerülnek olyan a motivációkat érintő, az élménygazdaságot érintő termékek, amelyek korábban teljesen, hát azt mondom, másodlagos vonzerők voltak. Ilyen például klasszikusan a gasztronómia. Ma már ez egy teljes őrület és divat a világon, Európában, Franciaországban, Olaszországban és kezd Magyarországon is az lenni. Nálunk a borutakhoz kapcsolódóan vált egy nagyon komplex kínálattá, például a gasztrókínálat. A kínálati trendekről nagyon röviden, a legegyszerűbb dolgom akkor van, ha megvan a vonzerőm, amire valamilyen terméket föl tudok építeni, ekkor olyan komparatív előnyöm van, ami sokkal kevesebb költséggel jár, és építhető fel maga a termék az adott vonzerőre. Vannak adottságok, vonzerők, amire szervesen lehet építkezni, de a trendek afelé is mutatnak, kérem, hogy vannak a környezettől abszolút idegen mesterséges vonzerőre felépített attrakciók. Én szeretem elkülöníteni a vonzerőt és az attrakció fogalmát egy picit, és nálunk Magyarországon is betört ez a trend, döntően akvaparkok formájában. Ez például, persze az adottság megvolt nálunk hozzá, egy teljesen ilyen típusú trendje a világnak, hogy élményt kell adnom a turistának, sűrítve egy napba, két napba, és lehetőleg akkor mindent. Egy nagyon érdekes magyar változata is van ennek a történetnek, amelynek azért megvan a természeti környezet és alapja, és nem kíván milliárdos, sok milliárdos befektetést, ez pedig a kalandparkok megjelenése az utóbbi tíz évben. Ma már egy értelmes ember, aki internetet használ, maga találja meg az úti célját, maga szervezi le a programját, a szállását, és ezzel egy nagyon a turizmus rendszerben egy nagyon súlyos közeget idézőjelbe sért ez az utazás közvetítő szektor. Keresleti oldalon egy közvetlen, direkt kapcsolat jött létre a szolgáltatókkal való viszonyban. Mit tud a kínálat tulajdonképpen az internet révén nyújtani? Természetesen azt, amit szeretne a kereslet elérni, minél többet és összetettebben, és éppen ezért a kínálati oldalon egy ma már nem termékcentrikus kínálati halmazokat látunk az interneten, hanem egyre gyakranban turisztikai tereket látunk, ezeket úgy hívják, hogy destinációs kínálatok. A destinációs kínálatok ugye egy-egy térségnek a komplex kínálatát kívánják felmutatni, amiből válogathatok, és ezt Magyarországra levetítjük, hol vannak ilyen terek, amelyeknek márkaértéke van, nem sokat találunk. Eddig. Tehát ez azt is jelenti, hogy hosszú utál előttünk az úgynevezett destináció szervezés területén és menedzsment területén. Ez azt is jelenti, hogy a kínálati oldalon számos változásnak vagyunk most tanúi, és mi az, hogy összekapcsolódó hálózatok? Hát van egy ilyen kitétel is. Kérem, ez tematikusan szervezett hálózati tevékenység. Ennek két típusa is van a világon és Magyarországon. A, az egyik a maga a tematikus út, klasszikusan Magyarországon ilyen mondjuk a borutak. Ezt mindenki ismeri, használja, ez a legklasszikusabb és legsikeresebb talán történet a tematikus utak vonatkozásában. A másik ilyen hálózatos szerveződés viszonylag friss Magyarországon, 2000-es évek közepétől jellemző. Ez nem más, mint a klaszterek, a turisztikai klasszterek az egészségturizmus területén szerveződött először Magyarországon, a Pannon Termál Cluster, a Délalföldi, Északalföldi Termál Cluster, stb. stb. Ezek tulajdonképpen marketingre szövetkeztek, közös marketingre szövetkeztek, burgerlandi példa alapján. A dél régió ropos pályázatában jelent meg először más típusú klaszter Magyarországon, 2010-ben, ez pedig, mondok egy párat belőle, a borturisztikai klaszter, a falusi turizmus klaszter, az ökoturisztikai klaszter, a vára kastélyok klasztere, stb. stb. Természetesen ezek azt mondom, hogy csíráiban működnek még, pályázati pénzek szponzorálják ezeknek a klasztereknek a működését, nem azt mondom, hogy egy kiforrott tevékenység. A turizmus területi trendjei a harmadik nagyobb ugye, szempontunk az elemzésben, a makrorégiók között hát jelentős változások zajlanak a Földön, de azért ne esünk túlzásba. A mediterrán régiók vezetik a Föld világturizmusának egyharmadát, kérem. Európa vezeti közel 50%-ban a nemzetközi turizmust a Földön. Tehát vannak lassabb, lassú változások, olyan értelemben, hogy vannak dinamikusan, gyorsan növekvő turisztikai régiói a Földnek. Ezt általában ugye Ázsia, keleti és déli államaiban találjuk. Ezek a leggyorsabban fejlődő turisztikai régiók, melyhez Ausztrália, Afrika csak bizonyos ritmusban tud csatlakozni különböző okok miatt. Egy biztos, hogy ezek a régiók, amelyek újabban csatlakoznak a klasszikus öreg kontinenshez, ha így tetszik, rendkívül instabilak sok szempontból, ez miatt hát nehéz trendekben jósolni, hogy hova is meddig jutunk el velük, hiszen nagyon nagyok a kilengések a társadalmi átalakulások területén, és ezt a turizmus egy barométer úgy jelzi vissza. Rátérnék Magyarország turizmusának jellemzőire. A II. világháború után és a rendszerváltás közti időszakban volt egy olyan 40 éve Magyarországnak, amikor, mint minden ugye, szocialista ország, hát alaposan átrendezte turizmusát, belső és külső turizmusát. Ugye kifelé blokkolt, majd nagyon nehezen különböző korlátozásokkal engedte meg a kiutazásokat, befelé pedig alapvetően a belső, úgynevezett szociálturizmuson építkezett. A szociálturizmusnak két lába volt, az ifjúsági turizmus és az, az úgynevezett szakszervezeti beutalásos rendszerrel működő turizmus. Ez egy ideológiának a levetítődése a turisztikai szektorba, természetesen. A 68-as gazdasági reform azért egy jelentősebb változást is hozott, elsősorban a nyugati vendégkör megjelenésében, ami azt is jelentette, hogy a 70-es évek elejére ránk a németek, amelyre semmilyen infrastruktúránk igazából, komoly infrastruktúránk nem volt, tehát egy nagyon nagy feszültség alakult ki a vendégkör igényei és a meglévő infrastruktúra között. Ezért 79-ben egy osztrák-magyar hitelkonstrukcióban számos turisztikai beruházás indult el, 84-ig körülbelül tartott ez a beruházás sorozat, amely hát megpróbált ezen változtatni, így a Ferihegy kiépülésével, a hegyes halom megjelenésével, a Danubius szálloda lánc megalapításával, és a kempingek hát, hát tömegkapacitásának a növelésével. És még egy fontos változás volt, a második otthon megteremtésének így egy ifjú a szakirodalom, röviden a vikendházak megjelenése, ami azt is jelentette, hogy a magyar családok számára egy picit ilyen menekülési út is volt, hiszen akinek a Balatonon ilyen típusú háza volt, az tulajdonképpen a nyáron a Zimmerfreit címen olyan jövedelemhez jutott, mint az évek bértömege összesen és egyben megismerte azokat az igényeket, amelyet a nyugati társadalom közvetített feléje. Ezt nem akarom tovább ragozni, a tény az, hogy Magyarország a keleti blokk egyik legjelent, nem egyik, a legjelentősebb turistafogadó országává vált. Ez nálunk a rendszerváltásig egy komoly bevételt hozó szektor volt az állam számára, és a családok egy jó hányada számára is. A rendszerváltással sok minden megváltozott. Egy, Tulajdonviszonyok. Természetesen a privatizációt kell legelőször említeni. A privatizációban semmiféle logika nem volt a turizmus területén. A kormányok adták, vették természetesen ezeket az állami tulajdonú és megyei tanács kezéből átkerülve megyei önkormányzatok kezébe ingatlanokat. Ez a privatizáció, mondhatnám nyugodtan, spontán privatizáció volt Magyarországon, ami viszont nagyon tragikus volt a társadalom többsége számára ez a szociálturizmus összeesése volt. Ebben ugye a gazdasági recesszió, a GDP 20%-os csökkenése, az infláció 30-35%-os elszaladása, vagyonvesztés. Nagyon egyszerű beismerni, hogy a családok pár év alatt tulajdonképpen a diszkrecionális jövedelmüket elvesztették. Valamit ki kellett találni, hogy a belső turizmus talpra állítsuk. Tudatos turizmus fejlesztés lényegében csak a Széchenyi tervel kezdődött Magyarországon 2000-ben. Az üdülési csekrendszer kezdetben nem igazán adott lökést a belső turizmusnak, mert nagyon alacsony összegekkel dotált esetleg egy intézmény vagy egy vállalat többlet munkát üdülési csekkel, amelyet később ugye a kafetéria rendszernek nevezünk, is abban sok elem van benne, benne az üdültetés is. Egy biztos, hogy amikor a minimálbérhez igazították a normatíváját, akkor kezdett el hatni és forgalmat generálni. Egy biztos, hogy az üdülési csek egy jelentős belső turizmus generált, és nem csak azt, hanem a Széchenyi terv keretében, majd a Nemzeti Fejlesztési terv keretében pedig olyan beruházásokat kezdett indukálni, ami a, főleg a belső kereslet kielégítését szolgálta, ez pedig nem más, mint a wellness szállodák építése például Magyarországon. Ez abszolút befektetési célzatú történet volt, ez világos, és erre tulajdonképpen a magyar társadalom rá is startolt, ha így tetszik, hiszen az üdülési csekrendszer megengedhette azt, hogy hát azt a többletmunkát, amit ilyen formán kaptam meg, azt egy hétvégén el is tudom verni három nap alatt akár, és ez nagyon jellemző volt egy-egy szálloda vendégkörére. Ez a folyamat egyébként máig tartott, most én úgy látom, hogy a szép kártya bevezetésével a folyamat egy picit megtört, hiszen nem sikerült zöggenőmentesen magát az átállás sem megoldani, ez az egyik probléma. A másik probléma pedig, ami a legnagyobb probléma, hogy a gazdasági recesszió, vagy stagnálás és megszorítások miatt éppen az idei évre úgy néz ki, hogy a közszektor számos alkalmazottja nem fog jutni kafetéria elemekhez, jutatásokhoz, és meg vagyok róla győződve, hogy a vállalkozások is itt húzzák meg erőször azért a nadrágszíjat, mert ugye most már adó elemek is terhelik a kafetéria rendszert. Ez nagyon nagy baj. A az üdülési csekk közvetlen generált forgalma 45 milliárd forint volt, és nem beszélek a közvetett egyéb költésről, ami az ott lévő vendég még ugye KP-ban vagy hát kártyával fizetett. Tehát az azt jelenti, hogy ezen túl kell jutnunk ezen az éven, én úgy vélem ahhoz, hogy ennek újabb, hát jelentős élénkítő hatása legyen. Látni kell azt is, hogy a turizmus fejlesztési forrásai a 90-es években szinte minimálisak és nullák voltak, mindenkit elfoglalta a privatizáció. A 2000-es széchenyi tervvel egy jelentős lökést kapott, főleg az egészségturisztikai ágazat, mindegy 55 fürdő rekonstrukció, bővítés, új fürdő létrehozása történt meg Magyarországon. Egyéb turisztikai termékeinknél is jelentősebb előrelépés azért történt, egy-két elemben, Például ilyen a, csak mondok egy példát, a konferenciaközpontok építése és használata. Ezek azok a nagyberuházások, amelyek tovább mutatnak a turizmus területén, és van benne, tehát ráció. A fejlesztési források áttevődtek a turizmus területén a Széchenyi tervről a Nemzeti Fejlesztési Tervre, a régiós operatív programok keretében találunk forrást a turizmus fejlesztésére, és természetesen a közép- és kisvállalkozások fejlesztési operatív programban is. Tulajdonképpen töretlen a történet, hát a mechanizmusok akadoznak természetesen a pályázatoknál, de turizmusból ma egyetlen fejlesztető forrást a ropok tartalmaznak igazán méghozzá a szálláshelyfejlesztésben, termékfejlesztésben és a TDM szervezetek létrehozásában. Ez azt jelenti, hogy egy nagyon érdekes arányváltás történik egy picit a magyar térstruktúrában. Korábbi nagyon klasszikus turisztikai központok, mint például a nagyon jellemző kultúrá, történelmi belvárossal rendelkező a kulturális központnak a székhelyei, Pécs, Eger, Sopron, Szentendre, hogy kisebbeket is mondjunk, Visegrád és a többi. Központok versenyképessége kérem az utóbbi 5-8 évben fokozatosan romlott. Egyértelműen a fürdővárosok uralják a rangsort. Amit itt látnak, a belföldi, a külföldi és az összesen rovadban, ez vendégéjszaka számot jelent, tehát azt mondjuk, hogy Budapest. Belföldi vendégköre 800 ezer, külföldi vendégköre 5 millió vendégészakát tölt Budapesten. Nincs itt ellenfele persze az országban ennek az adatnak és statisztikának. Tehát összesen 5,8 milliós a vendégészaka száma. De bármit nézünk utána, fürdővárosok, fürdővárosok és fürdővárosok következnek, akik koncentrálják a vendégészakákat a destinációk átrendeződése megtörténik Magyarországon, nagyon erőteljesen látszik az Észak-Alföld és a Dél-Alföld fürdővárosainak a versenyképesség növekedése, vendégkoncentrációja. A belföldi és külföldi vendégforgalom arányát turisztikai régiónként egy pár diaképet fognak, ábrát fognak látni. Gyönyörűen mutatja, hogy, hogy egyedül ugye a külföldi vendégkör domináns a budapesti magában Budapesten és hát a saját régiójában jelentősen. A legjelentősebb belföldi vendégkör pedig, hogy a két szélsőséget mondjam, az Észak-Magyarországi régió. A vendégészakaszám a szám megoszlása megdöbbentő koncentrációt mutat, mert hogyha én a Budapestet összeadom a Balatonnal, akkor összejön 55 százalék, ami tehát ez a két régió a teljes vendégkörnek, vendégészak a számnak helyesebben több mint a felét koncentrálja Magyarországon, és az összes többi régió a többi elszórtan, a mi kis dél túlunk 4,4%-ba köti le a vendégészak a számot. És összefoglalva az előadást, igyekeztem bizonyítani a turizmus összetettségét, a külső környezetbe ágyazott mi voltát, ami azt is jelenti tehát, hogy rendkívül érzékeny a globális változásokra, legyen az politikai, legyen az környezeti, természetesen változás, rendkívül érzékeny a gazdaságpolitika mindenkori rezdülésére. A turizmusnak az az egyedisége, amit a magyarság tud kínálni a geológiai készletével együtt, én úgy gondolom, hogy versenyképessé teszi az országot. Köszönöm szépen!